Éppen 100 évvel ezelőtt, 1924-ben jelent meg Kosztolányi Dezső regénye könyvalakban. Korábban ugyanis a Nyugat közölte le folytatásokban. Pacsirta a Csúnya lány századfordulón játszódó szívbemarkoló történetét a Móri Zsigmond Színház vendégei is láthatják ebben az évadban. A regényből Bíró Bence írt színpadi adaptációt, hétfőn elkezdődtek a darab olvasó próbái. Aki ismeri Kosztolányi Pacsirtáját, az tudja, hogy a Pacsirta az elején elutazik, és a végén vissza, a történet végén visszatér. De ez egy eredeti adaptáció, ebbe sokkal több dolga lesz Pacsirtának annál, hogy mint hogy felül a vonatra, majd aztán leszáll róla a történet végén. Ugye az egy hét története, egy olyan család, egy olyan szülőpár története, akik egy pártában ragadt lány, egy csúnya lány szülei, akit elutaztatnak egy hétre tanyára a nagybácsihoz, és közben szépen lassan megpróbálnak, megértjük, hogy ők mindenről lemondtak ezért a lányért, otthon ülnek, nem kivonulnak az életből, és egyszer csak ez így felfénylik, hogy lehetne másképp is élni, lehetne étterembe járni, lehetne színházba járni, lehetne kaszinóba járni, tehát hogy élni egy társasági életet, amiből ők kivonulnak, és ez így felfénylik, ez alatt a hét alatt majd összeomlik az egész, saját hanvába hol. A történetet Kosztolányi őszinte, realista szemmel nézve írta meg, egyfajta aggódással saját szereplői iránt. Mi őt nagyon szeretjük, és ő is... Nem igaz, mi csak hazudoztunk egymásnak, magunknak. Mi nem is szerethetjük őt, hiszen tönkretette az életünket. A korlátok közé szorult szülők tragikus sorsát látva megjelenik a helyi társadalom merevsége, ahol az állandó por és sár árnyalja az egyébként kaszinóval és színházzal is rendelkező vidék képét. Hát szerintem, ha van ebben a történetben tragikum, akkor az a tragikuma, ahogy így benne ragadnak mindebbe, beleragadnak a helyzetükbe, és nincs belőle menekvés. És ez a hét csak még borzasztóbbá teszi azt a felismerést, hogy nincs ebből menekvés. Sem a szeretetből, mert nem tudjuk nem szeretni a gyerekeinket, bármilyenek is, sem a függőségből, sem abból, ahogyan megítéli őket a világ, mert ez is egy nagyon lényeges eleme, hogy Kosztolányi ezt nagyon szépen megrajzolja, ezt a vidéki magyar várost a századfordulón. Nagyon érdekes ez, ahogyan szerintem ilyen értelemben sok áthallás van, hogy mennyire kevés dolog változott, vagy hogy mondjam, az ember elolvassa a Móri Zsigmond Rokonokját, vagy a Kosztolányi Pacsirtáját, de sok minden más csodálatos remek művet mondhatnék a magyar irodalomból, amik azt mutatják, ahogy nagyon keveset változunk, vagy ugyanúgy gondolkodunk dolgokról. A regény egy sok helyszínes történet, amit filmen könnyebben meg lehet valósítani. Ezt láthattuk is az 1963-ban parádés szereposztás mellett bemutatott filmalkotásban. A színpadi adaptációnál a színpadkép és a játékstílus fog segíteni ennek áthidalásában, árulta el Szikszai Rémusz rendező.